Üdvözlöm a sajtó képviselőit, Nárai Balázs vagyok, a jogi képviselők tagozatának Veszprém megyei szervezője. Úgy vélem, joggal jelenthetjük ki, hogy a pártok mozgalmak közül egyedül a Jobbik Magyarországért mozgalom rendelkezik egy olyan stabil értékrendelés szemléletmóddal, ami segít nekünk a hétköznapokban megtalálni megfelelő megoldást a problémákra. Ezzel ellentétben a másik pártoknak jelenthetjük azt, hogy leginkább anyagi vonzata van az ő ítélkezésüknek, tehát leginkább a pénz az, ami befolyásolja őket a döntéseik meghozatalába. Ezzel szemben mi igyekszünk végig a hagyományainkra, illetve a valódi értékekre támaszkodni. Ennek keretében rendszeresen szervezünk olyan rendezvényeket, ahol szeretünk nagy hangsúlyt fektetni ezekre a támpontokra, és így fogjuk a jövő héten is megrendezni Veszprémben a Kossuth utcán Hősök napi megemlékezésünket. Vendégeink lesznek dr. Gyüre Csaba, mozgalmunk alelnöke, valamint Zagyva György Gyula, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom elnöke. A rendezvénynek fő célja az lenne, hogy a fiatalok szemét felnyissa kicsit arra, hogy mik a valódi értékek, és hogy inkább ezekkel foglalkozzanak, ahelyett, hogy az értéktelen modernkori vívmányokkal töltsék el a hétköznapjaikat. Most gondolok itt arra, hogy plázákban, diszkóban, illetve a bárpultok mellett töltik az idejüket, ahelyett, hogy mondjuk értékes perceket töltenének baráti köreikkel belül, és beszélgetésekkel, vagy egyéb táncmulatságokon töltenék el az idejüket. A rendezvény mellett az értékeink megőrzése érdekében szeretnék tenni egy rövid felhívást a fiataloknak, ugyanis az bizonyára tudjátok, hogy most vasárnap lesznek az Európa Parlamenti választások. Sokatok számára bizonyára érdemtelen az jelenleg, hogy mennyire fontos valójában ez a választás, azokban gondoljatok bele abba, hogy a jövőtök múlik azon, milyen pártok, illetve kik fogják kormányozni az Európai Uniót. Vegyétek kezetekbe a sorsatokat, menjetek el szavazni, és mindenki a lelkiismeretének megfelelően tegye le a voksát vasárnap. A választások körül keltett hisztériát megítélni nem az én dolgom, csupán felelősen gondolkodó fiatalként annyit fűznék hozzá, hogy amit itt műveltek, az csak az nem látja, aki nem mer gondolkodni, aki nem akarja észrevenni, hogy a két nagy párt valójában milyen összefogást és milyen kooperációt művel a háttérben. Tehát mindenkit arra kérek, hogy figyeljünk oda a hagyományainkra, figyeljünk oda egymásra, tartsunk ki egymás mellett, a rendezvényre várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, és vasárnap pedig kérlek benneteket, hogy menjetek el a fülkékbe, és tegyétek le a voksot.